ez itt a Fierzató, ez pedig itt az Albán Kalandok, és ha sikerül jól összevágnom, akkor ez lesz itt a harmadik rész. A kolléga még mindig velem van, Almuska, túléltük az SH5-öt, most következik Kukes, és az SH31. Délután 2:30, ha minden igaz, annyira fényesen nem teljesítettük az etapot, tehát szivattyú volt, úgyhogy minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy meglegyen, amit szerettünk volna. Hát itt egy kis kukucska, remélem a kamera kilát a bokrok fölött. Hello! Megyünk Kukesba, a városba, boltolunk. Egy kicsit pihenünk, megpróbálunk wifi-t lopni, és megyünk is tovább. Kukes városát magunk mögött hagyva, folytatjuk tovább utunkat. Ha valaki kíváncsi lett volna a városra, elnézést, én városban nem szeretek kamerázgatni, tiszteletben tartom a helyi lakókat. Itt van mellettünk egy hatalmas nagy hegy, 2200 méter csúcsával, gyönyörűen mondjuk azt, hogy uralja a látképet. Megyünk tovább kifele, most egy órát körülbelül elütöttünk Kukesben, ettünk egy hatalmas nagy halat, ennek a képét majd be fogom vágni utólag, mondjuk most. Szóval folytatjuk tovább utunkat az SH31-es úton Peskopi irányába. Ott azt a három antennás csúcsot kerülgettük ma egész nap, és akkor egy visszatekintés Kukes városára. Ott bújik meg, ez pedig már az SH31, meggyilkolt minket ebbe a faluba bevezető úton, hát gyilkos 10% volt, és nem ment. Fel kellett tolni, az sem ment, de megcsináltuk a feltolást. Ott van egy kis esődzsindzsa, úgyhogy most az a terv, hogy egy fél órát lecsücsülünk, mert a emésztéssel az igazi még, ugye nem régettünk. Hát addig a eső felhő is szépen elvonulgat. Elhagytuk a sűrűn lakott részt, fordítok a kamerán, lesz egy kis szélzaj. Ott arra lent van a kis. Repteret. Ha jól emlékszem, akkor arab emirátusok ajándékaként kapták meg, bármint a felújítását. Hoppá, bocika majdnem ki lett lapítva. Szevasz, boci. És akkor SH31, most bár a kevésbé lakott részen, haladunk előre. 507 méter a magasságunk, 300 valamennyin voltunk Kukesban. Kafa Ereskut, vagy Íreskut, mindegy, szóval az a következő hágunk, 771, most 46-on vagyunk, óra szerint, bal kész felül, szép gyönyörű egyecske, rásüt a nap, még jól is néz ki, csak 7% miatt, annyira nem egyszerű figyelni mindenre. Hát szépen kapaszkodunk fölfele, pocik mindenfelé, és csak úgy potyognak a százalékok. Előttünk látszódik, hogy azért bizony szerpentinezik az út, és keményen megkéri a 10%-ot magának.
Szerencsére most csak 4, de így estére már az is fáj. Hát elég nagy szintnél vagyunk már a mai napon, úgyhogy semmilyen porcikánk nem kívánja a mászogatást, de azért mondjuk azt, hogy emelt fővel tűrjük, küzdünk, harcolunk az előrejutásért. Előttünk körvonalozódik az útvonal, figyelnem kell az egykezes gurulásra. 786, jobban van, 684-ről gurulunk, veszítünk egy kicsit a szintből. Na, az autós kollégát el kéne engedni. Az előbb az autós kolléga megzavart gurulás közben, de itt most nekünk van egy kilátás. Újból emelkedünk, és újból gurulni fogunk, ott látható. Remélem a kamera is visszaadja. Itt alattunk, nem is rossz ez a völgy. Jó a kilátás, főleg azokra a hegyekre. Most már nézzük a szállás lehetőségeket. Az első adandónál kidőlünk. Hosszú és fárasztó volt a mai nap. Teszem, azt már elmondtam. Mutatok újból lefele képet. Azért jól néz ki. Mondjuk ellenfényben van, de nem rossz. Nem rossz. Nem rossz. Ja. Megtaláltuk a hágót. Előteljes gurulás várható lefele. A nap lassan lenyugszik. Vadásszuk már a szállás helyet, onnan jöttünk, fáradtak vagyunk, és arra megyünk tovább. Kafaer Reskut, ez a hágó neve. Óránk szerint mindjárt mondom, 7.35, és akkor megyünk szállásért. Na, miatt megkezdjük a gurulást, ezt azért megmutatom. Volt egy nagyon pici visszamászás, de most már határozott. Gurci van, fiatal srácok, rakom is el a kamerát. Na, tessék szörnyöködni, azon kell átmásznunk. Teli van minden cigány gyerekkel, és nincs sátorhely. És mindenünk ki van, de menni kell. Na, még meg tudok beszélni, mert nincs nagy százalék, szóval nincsen szálláshely, mert mindenütt dolgoznak, és minden üt, helyi, albán gyerekek vannak kint, és mindegyik kiszalad értünk. És most egy kicsit mérgelődés van, meg százalék is. Feljegyzéseim szerint 7.71 amúgy a felejtek, mert este van. Kafaer Reskut, hát elvileg ez most pont az, és innen ismét van gurulás, ez a nagy falután van, amit előbb mutattam. Most kezdik hazahajtani az állatokat, most kezd kiürülni a plac. Hát most nagyon gondolkodóban vagyunk, hogy itt-e, vagy guruljunk-e, mert ránk fog sötétedni lassan. Mennyi az idő? Azt mondja, hogy 19.58, a sötétedésig így egy óránk van. Nem több. És hát szállás az sehol. Ennyi séta egyet. Na, ott hagyta a két srác az állatokat hazafele. Meg még ott a birkonyá is ott van. És akkor megmutatom a hülye fejemet is, hogy itt vagyok. Szavaztok. Hosszú volt ez a mai nap, nagyon-nagyon-nagyon. Erről nem volt szó, hogy nem lesz szálláshely. No, sziasztok! Probléma abszolválva, letudva, fent a hágóban rögtön az ötletként, a telefonos alkalmazás segítségével, ez a Maps.hu a reklám helye, bepöttyintettem, hogy hol van szállás, és hát 3 kilométerre volt ez itt. Azt mondja, hogy
van, két ágyunk van, fürdőszobánk, a fürdőhez most foglalt, de nem megyünk be. Nagyon jó a szállás, van tévé, kaptunk tusfürdőt, vagy sampont, meg szappant is. Így. A bringák itt vannak én az előtérben, azt mindjárt megmutatom. Itt vannak a bringák. Itt vagyunk a 108-asba, és mindjárt megnézzük, hogy hol vagyunk helyileg. Sőt, egy kicsit csítáltunk, mert van itt légkondi, és rohadt meleg van benne, és volt hozzá távirányító, de nem volt benne elem. Raktunk bele, és lásd csodát, van légkondink. Na mindegy, ezért a szállásért fizettünk mi 3000 leket. Hát így forint bácsánál előbb kiszámoltam már. Azt mondja, hogy... Pillanat türelmét kérem mindenkinek. 7382 forint kettőnknek, tehát fejenként 3600 forint egy éjszakára. Tökéletes szálláshely. No, majd megmutatom, hogy hol vagyunk. Persze telefonom. Azt mondja, hogy ez itt a szállásnak a neve. És hát nem is tudom mihez Luzán a település neve, de hát itt ilyen szórvány települések vannak. Tényleg nem volt szállása is, ahol nem volt szállás lehetőség. Ahol esetleg lett volna valami lapos, ott fiatal helyi gyerekek voltak kint. Most még az utolsó gurulásunk előtt még meg is futottak minket. Úgyhogy úgy tudtok lerázni őket, hogy almuska csokit adott nekik. Nem volt egy kellemes dolog. De le tudtuk őket, úgyhogy kellemes szálláshelyünk van. Most már csak időben le kéne feküdni, aludni. No, ennyi volt a mai nap. Holnap folytatjuk tovább a SH31-et. Jó éjszakát nekünk. És holnap. Azaz egy snitvágás, és jövünk is. No, jó reggelt kívánok mindenkinek! Kényelmesen kialudtuk magunkat, azt mondja, hogy 7 óra, 6 perc, pár pillanat, és el is tudunk indulni. Bemutatom először a tegnapi adatokat. Azt mondja, hogy 87,75 kilométer volt, 7 óra 26 perc nyerekben, átlag 11, max 49 km/h, remélem a kamera is látja. És akkor jelenlegi magasságunk 768, és a tegnapi szintemelkedésünk 1756, szóval azért volt benne bőven szint. A mai nap még egy kemény napnak ígérkezik. Utána már majdnem könnyedebbre vesszük a figurát, de csak majdnem. Mutatok még egy kis pénzmennyiséget. Íme az albánlek, az az 500-as, a 200-as és az 1000-es. Hát úgy vettük, hogy 1 euró 128 lek volt, és egy 100 eurós összeget váltottunk fejenként. Azért szépen beosztható ez az összeg. Látszódik, a szállás se volt nagyon drága. Úgyhogy még bőven ki fog tartani a nyaraló pénz. És akkor ez itt Luzán, mint település, bár ki tudja hol van. Valószínű ott benn már ezen a földúton jönnek le autóval. Ez volt a szállásunk. Ez volt kettőnknek 3000 lek. Sok vagy kevés, hát nem tudom, szerintem elfogadható ár volt bőven, és ebben a fantasztikus kilátásban fogunk gurulni lefele egy kicsit, hogy aztán újra fölmásszunk, lassan megközelítjük a karabot is, úgyhogy majd az is látképbe fog kerülni,
És akkor megkezdtük a mai etapot is. Nullázás megtörtént. És ebben a fantasztikus panorámában kezdjük meg az utunkat. Kis gurulás vár ránk, hogy aztán újra mászhassunk. Gyönyörű szép idő van, és gyönyörű szép idő vár ránk a mai nap folyamán is. Hát ott fogunk mellette elmenni. Ott. A távolban feltűntek a havasnak tűnő csúcsok. Az már szerintem a korabb környéke lesz. Jó a látvány, csak megy az ellenfény. Hát itt fogunk legurulni, hogy aztán újból megkezdhessük a mászást. Hát egy pár métert gurultunk előle, de most már látszik, hogy mi vár ránk. Oda fogunk legurulni. És az a hatalmas nagy szerpentin fog föl. Hát nem szerpentin az, de hát egy elég meredek út, egy már innen látom. Az fog minket oda fölvezetni. Minden erőnkre szükség lesz. Ez itt az SH31. Hú, hogy kapaszkodik az a zöld autó is. Kis busz. Szóval vannak itt százalékok bőven. És nem akciósak, az a baj. Veszítettünk közel 200 méter szintet. Itt van egy vízi erőműszerűség. És az a nagy fal vár ránk most, amit fentről láthattunk. Durva 9-12%-on gurultunk. Fogni kellett a bringát rendesen. A mellettünk eljövő autók is csak erőlködtek fölfele. Hát most mi is azt fogjuk csinálni erre. Hát onnan fentről gurultunk. Szégyen, nem szégyen, de ez itt, ez 13-14%, és hát most bizony tolásra adtuk a fejünket, és még lesznek itt százalékok. Megkéri magának. Ez itt az SH31. Ez itt gyerekek, ez itt 14% föl. Gyilkos nagyon. De úgy most kicsit lestem, mert százalékoktól hirtelen felejtettem. Lent a Lapai vízerőmű mellett mentünk el, és itt talán egy kis tekerés lehetőségünk is lesz. Mégis kerékpár túrán vagyunk, úgyhogy tekerjük is a bringát. Gyűjt a gázsó a hegyoldalba. Hadd gyűjtsön, mit gyűjt? Aranyat? Szénát. Na, mutatok szindiangramot. Itt látszódik, hogy majdnem egyenes falon megyünk fölfele. Mennyi lesz még ez? Hát nem tudom. 6.32-ön vagyunk most. És hát ez a panoráma van itt. És még mindig ott van az a látvány, hogy onnan gurultunk le. Vettünk egy balkanyart, egy tekerhető útszakasz. Most már egy, nem mondom, hogy jó ideje, de egy ideje már azért a nyerekben is csücsülünk. 6.67 a magasságunk. A várható legmagasabb pontunk az 1170 környéke, ha jól tudom, jól emlékszem. Úgyhogy még azért van hova mennünk. Szép amúgy a táj,
Tőle talán egy visszatekintést is megér az egész. Nem rossz. Utolsó pihenünk óta, látszik, még mindig torony irányt jövünk föl. 1021 méter, és most egy kilátás végre van. Amúgy végig lakott területen jövünk, végig szinte emberek fölle rohangálnak, mert ilyen szórványtelepülés igazából. Vadkemping lehetőség az nulla, nincsen, illetve hát a Lapaj vízerőműtől. Na onnan nagyon durván jövünk fölfele. Igazából a mai teljesítményünk, ha megnézem, 9,62 km, és végig 10%-on jövünk. 7, 8, 9, 10, így lehet besorolni az egészet. És 463 méter szintet már emelkedtünk ez alatt a 7 km alatt. És hát most 1021-en vagyunk, úgyhogy kicsit magasabb, mint a kékes. Kolléga, hogy bírja? Ki vagyok, mint disznó. Ennyi. Úgyhogy nagyon nehéz, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legurulásunk és hát a Lapaj vízerőmű utáni kicsi felmenete volt a látványos szakasz, utána viszont hát ilyen fák takart a lakott területen jöttünk végig. Utána koblangó féle. Pucuzás, csak mi a pucónak a rossz végén állunk. Igen. Úgyhogy egyenlőre a mai napból azt tudom elmondani, hogy ez a le- és felgurulás a völgybe, az jó volt. Utána igen a barátok közt körülbelül. De talán most már kiérünk a korabb látványába, és talán megnyílik a táj is. Előttünk havastak tűnő, csúcsok tűntek fel, tekerhető 6%. Most, de mindjárt rádúrít megint egy mergyó, és akkor mutatok egy visszatekintést. Remélem nem fog remegni a kezem, nem rossz a kilátás. Hát onnan jöttünk, nem csúnya amúgy a vidék. Nagyon jól néz ki, most már. Ez most 6%. De előtte volt egy 10-es, azért lihegek. Most már apró 10-eseket azért megtekerem. 1100 méteren, Paci. Paci. És korabb hegység, hát most bocsánat, de a lámpaosztop az így bele sikerült, lesz még ennél jobb kilátás is, fantasztikus a látvány, végre elértük a látnivaló részt, és egyben tekerhető részt is. A korabb egyben határválasztó hegység is, fent a gerincen, végig húzódik az albán montenegrói határszakasz, és jó kilátás. Nagyon jó a kilátás. Nincs hátsó fék. Na, ott a kollégánál, a muskánál tárgyafék megadta magát. Pontosabban elhagyta a fékbetétet. Senki se kérdezze, hogy hogyan és miért felszívódott. Úgyhogy akkor már én is kihasználtam a lehetőséget, és kicseréltem a hátsó fékpofát, amit ugye még első napon a eső szépen megevett. És akkor ebben a szép tájban kapaszkodunk fölfele. Mondja, hogy 5% körülbelül.
sintünk a domb oldalról. Hú, most a levegőért kapkodok, elnézést. Beszéd az nem jön ki a számon. Hát végül is a fágónak tűnik. Mindjárt kigurunk még a elejébe, megnézzük. Ha egyáltalában ez a... Hát egy kis gurulás biztos, hogy vár ránk. Onnan lelesünk. Hát... ott még fölfele mászhatunk a településnél, de utána már ott vezet el az út, ott látom, ott. És szépen lassan ereszkedünk Peskopi felé. Hát a túladon is szép nagy hegyek vannak, de ez itt a korab. Itt előttünk. Most nem hiszem, hogy tényleg konkrétan a csúcsot láthatjuk el, vagy nem. De szép nagyon. Izítok egy sportkamerát, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Na, akkor kezdjük a gurulást, ott vannak a vácziornémek. Így neveztük el a gyerekeket, mindegyik úgy jön ide, hogy vácziorném. Bár a mai kisgyerek se volt semmi. Két dolgot tudott angolul, vácziorném, illetve hogy banána. Na hát akkor gurulunk lefele. Fantasztikus a látvány. Remélem a sportkamcsi is visszaadja majd. Előttünk a korab. Fantasztikus panorámával. Itt befele a völgybe. Amúgy van egy-két úgymond üdülő település. De ez se piskóta. 10% környéke. És szerintem ennyi is volt a gurci. Úgyhogy most ráengedem, hogy vissza fölmásszon. Egy rövid gurulás. De a látvány az pazar, majd innen jobb kéz felől. Megpróbálok kicsit lassítani. Jó legyen, szavasz, pacika! Most egy kicsit kíváncsiak vagyunk, hogy hogy vezet az út, de... Ez itt a meglepetés. Amúgy SH31 még mindig. Ez itt a mostani program. Peskopi felé tartunk. Ez a határ előtti nagyobb település. Dolgoznak, kaszálják a földet. Remélem a kamerában még benne volt. Szamarat amúgy még csak egyet láttunk. Inkább tehenek voltak mindenhol. De ő egy teherhordó paci, ahogy látom. És akkor jön a visszamászás. Ahogy a Google szerint, amúgy nem is ez a főút, hanem valahol lemegy a völgy mentén. Én nem is láttam leágazást a völgyre amúgy. Talán esetleg valami földutat. Onnan gurultunk amúgy. Minden jobbról. Ha mindjárt megnézem, még emelkedünk-e. Ha igen, akkor kikapcs a kamera. Hát
Enyhe gurulás, ott visszamászás, úgyhogy kapcsolom is a kamerát. És akkor majd még jelentkezek. Ilyen lájtos gurulás nem mielőtt eltűnik a korab. Még egy utolsó rátekintés. Németek. És kitekintés akkor jobbra. Ez egy kis szélzaj. Nagyon fantasztikus a kilátás. Nagyon jól néz ki. Úgyhogy talán a pálába bújnak ott a hegyek, de ez akkor is jó. Egy kis letekintés. Illetve ott vannak a jó kis sziklák, csak fák takarásában. Jó, meredeken megy le az út, amúgy simán adja 10%-ot lefele is. De a tája szép nagyon. Ez csak egy pár métert gurultam le. Ütős a látvány. Ott már biztos, hogy odáig biztos, hogy lemegyünk. Úgyhogy kapcsolom vissza a sportkamerát. Fantasztikusan jól néz ki ez a hegyoldal. Ha már 1017-en vagyunk, nagyjából 1100 volt a max. Nem tudom, hogy felmondtam-e bármelyik kamerába is. És ha már itt a korab, akkor meg kell említeni, ugye megemlítettem, hogy határa két ország között. Sokan szeretik megmászni. Még az albánoknál annyira nem engedélykötelest, mármint nem szoktak vele aprózni. A makedón oldalon viszont, ha valaki föl szeretne mászni, azoknak bizony engedély kell hozzá. Ugye a legmagasabb csúcs 2700. Akármennyi, most így pontosan nem jut eszembe. Szép nagyon. Két nagyobb csúcs is van amúgy. Fantasztikus elnevezései van mindkettőnek. Korab 1, illetve korab 2. Hello. És akkor most jön a nagy látvány. Ez akárki, akármit mond, nagyon jól néz ki. Hát ez most így 8%, és letekintettem az órára. Balkész felül újra, ez gyönyörű szép sziklafa. Ha valaki megunta volna, már akkor kapcsoljon el, mondjuk, vagy a jó barátok, vagy akármicsoda. Vagy jóban, rosszban. Nekem ez most tetszik. Mondjuk a büntető visszamászást annyira nem kívánom. Elég szépen lebukdácsoltunk, már 9.27. Ez a hátsó fékpofám, ami megvan, azt nagyon nem szeretem. Ott egy paci ismételten. Hello! Nem tudom, hogy mennyit látott belőlem, vagy hallott, de köszöntem én is neki. Köszöngettek ezek az albánok mindenhonnan, csak ezek a gyerekek már egy kicsit idegesítőek. Szeretem őket, nincsen bajom velük, csak amikor már erőszakosan jönnek oda, hát persze várják a ajándék valamit, hogy adjunk nekik, az annyira nem szívmelengető. Meg én sem Mikulás vagyok, hiába van piros csomag hátul fönt.
Húha. Hát az ott bászókkal ezt ismételtem, nem kis százalékokkal. Jó, hogy kicseréltem a féket amúgy, mert kellett. Hátcsombában nem volt sok. Az a szép amúgy, hogy lemegyünk teljesen folyószintre. És itt szerpentinezünk szépen. Jaj. Az a durva, hogy mindenki sztáviózik, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Voltam a sztávion. Úgyhogy most, ha ezt kéne hasonlítani hozzá, akkor bizony ez cumi. Tehát ott azért a sztávion az a stabilan tudott tartani a 7-8 százalékokat, 6-ot. Nem dög lesz bele, finom kanyarok vannak. Ezt meg úgy belemegy a 10 százalék egyenes, mint a húzat. Itt is csak azért van szerpentin, mert másképp nem lehet lehozni az utat. Szevasz, boci. Szép helyeken legelnek azért. Szerintem nem irigykednek az alpesi tehenekre. Nekik is jó dolguk van, van sok zöld fű. Van mit enni. Van mit a tejbe aprítani. És a hátsó nyikorok persze. Mert az nem gumi, hanem ilyen apró valami szarból van. Kellíz. Jaj, dobnám ki a kukába, de csak ez volt otthon. Külön ezért meg nem akartam venni. Amúgy kipróbálás gyanánt vettem az Oceanbe ilyen vegyél meg gumit. Persze nem védekezés céljából, hanem fékezés céljából. Én azt mondom, hogy nekem tetszett, tehát ugyanannyit bírt, mint bármi más esőben. De mégis puhább gumiból van, vagy egy gumiszerű. Nem aprózódik ez a kellíz, ez valami pocsék. Na, hát akkor leértünk szintre. Úgyhogy majd, ha levegőhöz jutunk, akkor majd jelentkezek. Próbáljunk egy kicsit kilesinteni, csak így akkor nem tudok kamerázni, vagy hát kormányt tartani. Nem rossz a lelátás a völgyre. Mutatok még egy visszatekintést, szerintem az még látszódik. Hat, ebben mondva most 5%-on. Megyünk fölfele. A mai nap is egy ilyen himbilimbi. Újabb hágunk, vagy minek neveznénk, 866. És most megint egy erőteljesebb gurulásba kezdhetünk. Hát most egy kicsit rossz helyen álltunk meg, de a visszatekintés azért az nem rossz. SH31 még mindig Peskopi irányába igyekszünk teljes erőbedobással. Ami fogy, de rajta vagyunk az ügyön. Egy gigaóriás panoráma előttünk. Úgyhogy megálltam. Gondolkodtam a sportkamerám, de ugye előre kell nézni, tehát ezt most így nem tudnám visszaadni nagyon. Oldalra tekingetésekkel. De ez nagyon jól néz ki, nagyon szép. Lent amúgy mindenhol művelik a földeket. És ahol lehet, laknak is. A magasságunk, egy kisebb gurulás várható, majd ott a kanyar után kiderül,
És egy, hát mondjuk úgy, hogy rövidebb jellegtelen táj után már, mint a fák kitakartak szinte mindent, most újra van kilátás. Nagyon jól néz ki. Valahonnan, onnan jöttünk el, abból a sarokból, és ha jól gondolom, akkor ott a nagy kúpos hegy mellett fogunk elkanyarodni. Van is valami a tetején, de elég messzi van ahhoz, hogy látszódjon, meg homályba is van szerintem. Ez itt az SL31, kellemesen kéri a százalékokat magának. Főleg az elején. Na, akkor nézzük, mi van a kanyar után. Kanyar után egy újabb kilesintő lehetőség. Hát lehet, hogy be is néztem, és nem is arra megyünk. Ez majd kiderül még. Gyerekek, Bandi bácsinak nagyon melege van. Ömlik rólam a víz, és hát ennél okosabbat nem tudok mondani. Próbálkozunk a haladással, hát a kilométerek nagyon nem fogynak, szinte annál több van, de rajta vagyunk az ügyön. Tipikus hágó kinézetű helyen vagyunk, leveszhetjük is hágónak, mert fel kellett azért ide kapaszkodni. Valamennyire mindjárt megnézzük azt a kirakatot, mármint a szobrot magát, rázumulok. 8.49 a magasságunk, és Enver Hodzsa által emeltetett nagy munkás mozgalmi örömünnep adta kőalkotáson, illetve rázumulok az oszlopra is, hát ha majd otthon el tudom olvasni, hogy mi van oda írva. Fantasztikus hely. Hát ez egy igazi hágó feeling. És hát rosszul mértem fel a telepet. Nem arra fogunk gurulni, hanem emelre. Gurulásra beizzadva magunkat. Sipka fönn. És hát sportom mellett nem fogok föltenni. Remélem nem haragszatok meg. Azért nagy látvány innen most annyira nincs. Ugye a távoli hegyek azok mind párába burkolóznak. Így mutatom magammal körbe a panorámát. És itt megközeledik Almuska is. És akkor megyünk lefele. Jó lenne kilométert is gyűjteni. Az ma még nem nagyon fogyott. Egy nagyon picit megálltunk. Csak a látvány miatt. Előbb futottunk össze két osztrák biciklis hölgyel, mondjuk úgy nem mai csirkék voltak. Elvileg ők Ohridból indultak ma, úgyhogy most így nézve a szinteket, talán úgy érezzük, hogy megoldható a problémánk, mármint hogy odaérjük, nem még nem biztos. Itt vár ránk egy kis gurulás, hogy aztán ott ismét egy kicsit mászogassunk. Próbál kicsit közelíteni is. Odáig fogunk kb. Gurulni, és egy újabb mászás következik, és hát ilyen panorámába megyünk, igazából nagyon nem változott, esetleg a fényviszonyok, amúgy jó nézni, jó látni, egyedüli újdonság talán, hogy itt egy kicsit a korabb hegység csúcsai feltűntek újra. Innen talán jobban érzékeltethető a következő programunk, le a hídig, és aztán ott szépen-szépen lassan föl. Itt folyik egy patak, és hát szép nagy völgyben folyik, az biztos. Valahonnan a korabb hegységből zúg lefelé a mélybe. Nagyjából onnan videózhattam.
És már itt is vagyok lenn, a hídon. Innentől pedig következnek az újabb százalékok. Ez még mindig SH31. Elég szép szintet jöttünk ma is. És lesz is még. Kényelmes gurulásba kezdtünk. Kellemes 2-3 százalékos gurulás. Olyan max 30-as tempó. Egy kicsit visszabettem csak a kamera kedvéért. Közelítjük már Peskopit, de oda majd még szintén másznunk kell. Egyelőre ebben gyönyörködünk, ebben a látványban. Ezek a hegyek most már ugye azért közelebb jöttek. És itt látszódik az útvonal itt előttünk, hogy finoman lejt lefele. Megállok, ha sikerül. Csinálunk egy kis kitekintést ugyanerre a tájra, amit eddig is láthattunk, de ezek a hegyek most már közelebb jöttek. Itt bemegyünk majd balra ebben a völgyben, és Peskopi felé megyünk, majd pedig Montenegróba. Pontosabban Makedóniába. Peskopitól még ez a nagyobb fal választ el minket. Ezen kell még átküzdeni magunkat. És a nap egyik fénypontja már meg is lesz. Visszatekintés Peskopia városára. Hát itt egy jó 3-4 órát elpihengettünk egy bolt előtt. Bemasíztunk, italoztunk, pihentünk, és akkor folytatjuk tovább az utunkat Makedónia irányába. 19 km még a határ. Belátszódik az, hogy ez egy muzulmán település. És ez az út pedig innentől már az SH6, ez az SH31 az idáig, Peskopiáig jön. És ezen folytatjuk tovább az utunkat. Peskopia után jó 7 kilométer jellegtelen hullámvasút volt, szó szerint 10%-okkal fűszerezve. Kicsit lassan haladt a tempó, de most már végre megjött a nagy gurulás, úgymond. És ha jól sejtem, akkor arra fele fogunk gurulni. Nem akarok nagyot mondani, de mintha arra már, de bár lenne, de ez még csak feltevés. Megyünk Makedónia irányába. A nagy kérdés, hogy terepviszonyoknak megfelelően el tudjuk érni-e az Ohridi tavat, és akkor spoilereztem már előre, avagy nem. A táj amúgy fantasztikus most itt, ahogy kinyílt előttünk. Azért húzogatom körbe-körbe a kamerát. Tessék betelni vele, tessék betelni a látvánnyal. Ez még itt Albánia. A sasok országa, de egy darab sast nem láttunk amúgy. Ezt így hozzáteszem. Na, ott is egy hello gyerek. Na, erről majd beszélek.